vendégeskedő állatokat, lehet, hogy majd sokon. Igazából nálunk ugye az a cél, hogy minél előbb el tudjuk engedni hozzánk bekerült hazai fajokat. Ez azt jelenti, hogy mi ugye védett és fokozottan védett állatokat fogadunk elsősorban, de természetesen segítünk más állatoknak is, házi állatoknak nem, mert ugye ott vannak a menhelyek és egyéb állatmentő helyek. Tehát most is például, akit látható, azok a sünik. A sünik azért vannak itt nálunk, mert ők őszi születésű sünök, illetve augusztus végén születtek. Általában ugyanis a sünök azok évi két almot is felnevelnek. Az egyik alom az a tavaszi, azok jó eséllyel szépen megnőnek össze, és akkor el tudnak telelni, mert a sünök téli álmot alszanak, ezt gondolom mindenki tudja. Viszont ahhoz, hogy téli álmot tudjon aludni a sünök, ahhoz el kell érni egy megfelelő súlyt, ami az 500-700 grammattól függ. Hát ezek a sünök bőven nem érték el az 500 grammot a téli álom idejére, ami ugye eltöbb október környékén már elkezdődik. Ezek a sünök annyira picik voltak, hogy volt, amelyik csak olyan 150-200 gramm volt, és ezért őket ébren tartjuk, etetjük őket, kapnak ki a lisztikarcot, meg kapnak egy ilyen igazi ilyen sünk koktélt, amiben van díj, főtt tojás, meg akár még zöldségek is, esznek almát is a sünök. Ezt azért is mondom el, hogy esetleg valaki szeretne a kertjébe sünk etetni, akkor ezeket a táplálékokat adhatja neki, de semmiképpen sem szabad mondjuk tejtermékekkel kényeztetni a sünöket. És ezt azért érdemes elmondani, mert még egy nagyon jó könyv is van a sünökről, egy gyerekkorom egyik kedvenc mesés könyve, amiben a kis sünivel összebarátkozik egy bácsi, mert a sün még a viperát is megöli, de sajnos ez a bácsi is nem szabad. Az a bácsi is teljesen tanulás. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz szokás, ugyanis a sünök a tejből akár is pusztulhat, csak annyira felborítja a fiatalra.